amikor felkészülésben vagyunk, és egy komoly versenyre, mondjuk olimpiára, vagy akármilyen másik világversenyre készülünk, akkor azért utána is fejében van az ember. Én legalábbis sokszor kapom magam azon, hogy mondjuk otthon árnyékulok a tükör előtt, vagy mondjuk még megyek le itt a lépcsőt, és még ütök kézfelütést. Felkészülés, bár ugye volt közben egy vállműtétem, volt egy kis kihagyás. Most jobb is a bal kezem, mint a jobb. Szerencsére tényleg ez így van, hogy amíg nem tudtam használni a jobb kezemet, addig csak a balt használtam, ezáltal felerősödött, mint az ütőereje is erősebb lett, mint technikailag is sokkal jobb lettem, sokkal több kombinációt tudok ütni csak bal kézzel, talán gyorsabb is lett, úgyhogy bízom benne, hogy egyébként ez majd egy jó fegyver is lesz. El szoktam járni múzeumba, kiállításokra. Például most van ez a Badis kiállítás. Már voltam kétszer. Elsőt még kint Spanyolországban láttam. Amint jött Magyarországra, Budapestre, egyből megnéztem itt is. Régen gyerekkoromban is nagyon szerettem a biológiát, ami a természettel, állatokkal, emberi szervezettel foglalkozik. Szerintem minden sportolónak nagyjából tisztába kéne lenni, hogy működik az egész szervezet, ahhoz, hogy jó sportoljon, az izomzatok, a felépítések, a hormonok. Most már harmadszorra meg szeretném mutatni, hogy tudok én igazából ott is jól teljesíteni. Megvan az út, hogy hogyan sikerülhet jól a felkészülésem utána, hogyan fog tudni ott jól kint boxolni, esetleg egyik meccs a következőre még jobb teljesítmény nyújtani, akkor meg lesz az eredmény, és ez az, ami motivál.